Téridő. A tudományvilága a Kossuth Rádióban. Bátran harcoljon és zúzza szét a támadó reakciós fasiszta erőket. Olvashatjuk Földes László 1957. január 28-án készült javaslatában, amelyben egy pártmilícia felállítását szorgalmazta. A javaslatban szereplő testület neve Munkásőrség lett, és egészen a rendszerváltozásig a pártállam leghűségesebb fegyveres testülete volt. Szükség is volt a hűségre, főleg 1957 elején. Az 1956-os forradalmat szovjet segítséggel vérbefolytó Kádár rendszer ekkor Magyarországon kevés emberre számíthatott. Így mindazokat, akik szóba jöttek hatalmuk megerősítése szempontjából, igyekeztek felfegyverezni és a még mindig ellenálló néppel szemben felhasználni. Jól jellemzi a testület szellemiségét, hogy kiket vártak soraikba. Egykori 19-es vörös katonákat, spanyol polgárháborús veteránokat, világháborús partizánokat, valamint pártószű munkásokat, parasztokat és értelmiségieket. A hivatalos adatok szerint a szervezés viszonylag gyorsan haladt. 1957. április 15-ére a szervezet országos szinten elérte a tervezett létszám 77%-át. Eddigre 24.162 főt felfegyvereztek, hogy a fasisztának titulált ellenállást felszámolja. A téridő mai adásában a munkásőrségről lesz szó. Kis Dávid történésszel, a Veritas Intézet munkatársával létrehozásának körülményeiről, okairól beszélgetünk. Köszöntöm Önöket, Hatos Gyula vagyok. ...1957. január 29-én az MSZMP ideiglenes intézőbizottsága határozatot hoz egy pártmilícia felállításáról. Ugye ekkor még népőrségről beszélnek, és ebből lesz később a munkásőrség. Miért kellett ezt a munkásőrséget létrehozni? Mi volt ennek az előzménye? Hát ennek több előzménye is volt, tehát a két világháború közötti Németországban, illetve Ausztriában működtek különböző pártagcselegek, nem csak a kommunista pártnak, vagy nem csak a szociáldemokrata pártnak, hanem más szélső jobboldali, vagy radikális jobboldali pártoknak is voltak ilyen pártagcselegeik. Na most az osztrák republikánis Schutzbund mintájára az ottani szociáldemokrata rendező gárda volt, vagy ilyen véderő, vagy pártagcseleg, szervezték meg tulajdonképpen Magyarországon a két világháború között a szociáldemokrata pártnak a rendező gárdáját, és gyakorlatilag ennek a mintájára a Magyar Kommunista Párt is megszervezte maga rendező gárdáját. Itt egy érdekességet emelnék ki, a Magyar Kommunista Párt rendező gárdája 1947-ben, vagy 47-re már 24 ezer fősé vált, ezzel szemben volt egy magyar honvédség, ami a 13 ezer főt sem ért el. Ez volt gyakorlatilag a előzménye, ezt a rendező gárdát 1950-ben, ugye akkor már MDP rendező gárdája teljes mértékben felszámolták, majd a forradalom előtt a Partizán Szövetségben vetődött fel annak az ötlete, hogy valami hasonlót újra kéne szervezni, erre nem került sor. A forradalom alatt először október 24-én az ideérkező úgymond szovjet pártvezetők adnak egy ilyen tanácsot, hogy munkás alakulatokkal állítsák helyre a rendet. Ezeknek a szervezés egyébként meg is kezdődik a forradalom alatt, mert ugye az október 30-i budapesti pártbizottság székházának az ostroma ezt gyakorlatilag meghújisítja, ugyanis a törzset, amely a feladata lett volna ennek a munkás alakulatoknak, vagy munkásőrségnek, mikor, hogy nevezték őket a szervezése. Ez gyakorlatilag október 30-án szétkergetik, és Kádárék a forradalmat követően foglalkoznak majd ismét ezzel az ügyel. Ha jól tudom, már novemberben fölmerül egyfajta munkásőrség felállítása, de elég elhúzódik, hiszen csak január végére konkretizálódik a dolog. Igen, itt több határozat is születik. Nagyon fontos, hogy sok határozat a párt szerveken belül, tehát ez az akkori MSZMP párt vezető szervein belül születik meg. Az első ilyen kormányhatározat,
november 7-én, van a milíciáknak a felállítását írta elő, majd november 21-én, illetve december elején is, akkor már az ideiglenes intézőbizottság ülésén születik két határozat. Az egyik szerint a járokban kéne elkezdeni a szervezést, a másik szerint pedig egyfajta ilyen területi közigazgatási alapon kéne ezt a szervezést elkezdeni. Egyébként el is kezdik, tehát már november folyamán arról vannak adatok, hogy novemberben már egy közel 500 ős ilyen rendezőgárda vagy polgárőrség, tehát mikor, hogy nevezik őket, működik a akkor újjászervezés alatt lévő budapesti rendőrség mellett, majd számuk olyan 1000 fő körülre megy fel év végére, aztán január elején 3000 fő rendezőgárdáról tudunk, akiknek a vezetőinek, több kerületi vezetőnek az a Halos Lajos tart ekkor értekezletet, aki a korábban említett Magyar Kommunista Párt rendezőgárdájának volt a vezetője, illetve aki a munkásőrség első parancsnoka lett 1957-ben, és 1962-ig az is volt, illetve az is maradt. Miért volt szükség konkrétan a munkásőrségre? Hát ugye a honvédség, illetve a rendőrség az gyakorlatilag egy ilyen újjászervezés alatt áll 1956 novemberében, így lehetne röviden összefoglalni az ő helyzetüket. A másik dolog az, hogy amíg ugye ez zajlik, addig felállítanak egyrészt egy karhatalmat. Pufajkásokat, Budapesten 3000-et szerveznek, plusz mellé szerveznek egy belügyi karhatalmi ezredet. Ez a belügyi karhatalmi ezred ez 1975-ig megmarad egyébként. Másik 3000-et, ami úgynevezett honvéd karhatalom, az 1950. december 20-ára teljes mértékben felszámolják. Illetve ami még fontos, hogy az úgynevezett Hodosán csoportot, a kiskunhalasi magyar néphadsereg lövész alakulatát, ez Budapestre vezénylik, ők is karhatalmi munkát végeznek. Vidéken a nagyobb városokban karhatalmi zászlóaljakat állítanak fel. Róluk el lehet mondani azt, hogy gyakorlatilag ők hivatásos katonák. Most vegyes a kép, hogy ugye kikből áll össze ez a karhatalom. Vannak közöttük volt AVH-sok, vannak közöttük tisztek, tartalékos tisztek. Tehát igazából azokat szedik össze, akikre kádárék biztosan számíthatnak. És ezt kiegészítendő kezdik el ezeket a milíciákat szervezni. Ugye ennek a milíciának az a lényeg, hogy ezek nem hivatásos katonák, hanem hogy munka mellett katonáskodnak. Most azért még egy dolgot megemlítenék a munkásőrség szervezések kapcsán, hogy azért csehszlovák, illetve NDK-s mintát is felhasználnak. Tehát nem csak a úgymond MDP-s hagyományokra támaszkodnak, hanem külföldi mintákat is figyelembe veszik, és kiegészítendő kezdetben a karhatalmat elkezdik szervezni a munkásőrséget. Na most a szervezés úgy néz ki, hogy a január 29-én megszületik ez az ideiglenes intézőbizottsági határozat. Március 15-ig kinevezik a tiszteket, de ezeknek a nagy része a karhatalomból kerül át. Ja, és a karhatalommal kapcsolatban lényeges ezt megemlíteni, hogy áprilisban a honvéd karhatalom megszüntetéséről hoznak határozatot, és hogy ezeket az embereket el kell valahol helyezni, legtöbben a újjászerveződő magyar néphadseregbe mennek át, de munkásőrség függetlenített az a hivatásos tiszti állományát, és ők alkotják ezt követően. Ugye itt mindig felmerül a kérdés, hogy függetlenített állományból hányan voltak korábban AVH-sok, hát itt 11 főről szól a statisztika. Nem lehet azt mondani, hogy a statisztikát olyan szempontból mennyire kozmetikázták, hogy adott esetben, akik korábban az államvédelmi szerveknél szolgált, illetve ez követően karhatalmista lett majd munkásőr, függetlenített parancsnok, hogy adott esetben nem tudjuk, hogy mennyiről írták azt oda, hogy ő karhatalmista volt. És hány embernél emelték ki az AVH-s múltat. Tehát 11-nek kiemelték, csak hogy kérdés, hogy másoknál mennyire nem emelték ki adott esetben. Egyébként Halas Lajos is az államvédelmi szerveknél szolgált az 50-es évek elején, a pártőrséget vezette, tehát akik vezetőkre, többek között Rákosira is vigyáztak. Tehát a vezetőség az a karhatalomból és a honvédségből jött, de maga az állomány az civil volt. Igen, tehát az állomány összetétel az vegyes volt, ott is voltak karhatalmisták, van arról adat, hogy komplett karhatalmista alegységek állnak át, vagy öltöznek át munkásőr ruhába. Pár adat van erről. De igazából olyan embereket próbálnak toborozni, akikre a rendszer számíthat, különösen ugye itt ebben a kezdeti időszakban, amikor sok mindent nagyon bizonytalannak ítélnek meg. Tehát talán ez a kezdeti időszakban, mondjuk itt 1973-ig ez a megbízhatóság, a rendszer melletti hűség, ez egy lényeges szempont lesz. Aztán 63-ban azért vannak arra utaló források, hogy a kádárékhoz képest balos felfogású személyeket nem csak a munkásőrségből, hanem máshonnan is kiszelektálják. A munkásőrség tagfelvételénél a párthűséget tartották a legfontosabbnak. Így több olyan személy is bekerült a testületbe, aki sem erkölcsileg, sem szakmailag nem volt erre megfelelő.
sokuknak Priusza is volt. Ennek tudható be a rendkívüli események maga száma. Ezekről ezt olvashatjuk a korabeli rendőrségi jelentésekben. Az R csoport jelentette, hogy értesítés alapján szálltak ki a Fehérökör vendéglőbe, ahol TM munkásőr egyenruhában és géppisztollyal ittas állapotban intézkedni akart, és botrányt okozott. Nevezettet a 14. kerületi rendőrkapitányságnak adták át. A második zászlóalj állományába tartozó BJ munkásőrt, aki az Aranycsillag étteremben ittas állapotban fegyverhasználattal fenyegetőzött, a 20. kerületi második honvéd karhatalmi ezredben szolgálatot teljesítő KD százados lefegyverezte, és a 20. kerületi rendőrkapitányságra előállította. Nevezettet a második zászlóalj elhelyezési körletébe vittem. Tekintettel B munkásőr eddig tanúsított fegyelmezetlen magatartására, mely nem fér össze a karhatalmi szolgálattal, leszerelésére kívánok javaslatot tenni. PL munkásőr Cegléden egy mulatóhelyen szórakozott. Ott volt egy illető, aki szitta a demokráciát. Ezért P munkásőr figyelmeztette az illetőt, hogy hagyja abba a rágalmazást. A figyelmeztetése az illető felugrott, P munkásőrt pofon ütötte, erre P pisztolyával hármat a levegőbe lőtt. Az esetnél jelen volt egy szovjet tiszt, aki felszólította P-t, hogy adja át a fegyverét. P nem adta át, mire a szovjet kapitány P kezét hátra csavarta, közben a pisztoly elsült, és P-t eltalálta. Szeptember 30-án őrizetbe vették LL Bánya munkás munkásőrt. Ittas állapotban bement a munkásőrség őrszobájára, és ott az ágyra lefeküdt. Majd a szolgálatos MI munkásőr az ajtót rázárta, és a szobából eltávozott. Közben L felébredt, és mivel nem tudta az ajtót kinyitni, egy sorozatlövést adott le a bezárt ajtóra. A folyosón elhaladó SL lakost hasba lőtte, a sérültet súlyos állapotban a kórházba szállították. Az ügyben a vizsgálatot bevezették. De előfordultak más jellegű balesetek is. A munkásőrök ugyanis kezdetben hazavihették fegyvereiket, és ebből tragédiák is adódtak. Munkásőr hazavitte a pisztolyát és a géppisztolyát a lakására, és bezárta a szekrénybe betárazott állapotban. Nevezett 8-án munkába ment. Fia barátjával NP-vel bementek a lakásba, és a szekrényt kinyitották. P fia a géppisztolyt ráfogta N-re, és meghúzta a ravaszt. A géppisztoly sorozatra volt állítva, azonban gyenge volt a rúgó, és csak egy lövés ment ki belőle. Az eset következménye, NP azonnal meghalt. Ugye nagyon furcsa esetek is előfordultak itt a kezdeti időszakban. Egyenruhájuk nem volt kezdetben a munkásőröknek, karszalagot kellett hordani, és volt egy elcsők, ha jól tudom, aki követelt, hogy nemzeti színű karszalagot viselhessenek, és ezt nagyon rossz néven vette a vezetőség, sőt le is váltotta ezt az alakulatot, holott a hivatalos előírásban nemzeti karszalaggal volt a munkásőrség szerepeltetve. Igen, ez a nemzeti karszalag esete, ez egy érdekes dolog, hiszen valóban először arra születik határozat, hogy vörös karszalag legyen. Aztán az MSZNP párt szerveinél erről születik határozat. Aztán, amikor kijön a kormányrendelet, abban az volt benne, egy nemzeti színű karszalag. Tehát ez egy érdekes dolog, itt még nem sikerült ennek a nyomára bukkanom, hogy ez pontosan mi volt ennek a hátterében. Nyilván itt feltételezni lehet, hogy különböző belső nézeteltérések, hatalmi viták állottak ennek a hátterében is. Aztán kiadnak a későbbiekben még 57 folyamán ilyen kiegészítő kormányrendeletet, ez áprilisban adják ki, amiben viszont az egyik pontja az, hogy nem nemzeti színű karszalagot kell hordani a munkásőröknek, hanem vörös színű karszalagot.
A fegyverekkel, ruhával történő ellátás az valóban nehezen megy nekik, de nem csak az ő ellátásuk, hanem új elszerveződő magyar néphadseregnél is azért különösen a fegyverrel történő ellátás problémát okoz. Hát kezdetben egyébként ilyen hadseregtől szerelő ruhákat kértek, és abba öltöztették sok esetben a munkásőröket. Tehát valóban gondokat okozott, nagyon rossz gazdasági helyzetben volt egyébként az ország 1957-ben. Már említettem, hogy kezdetben népőrségnek akarták hívni a munkásőrséget, de miért lett mégis munkásőrség az elnevezés? Itt valószínűleg ez inkább egy ilyen ideológiai dolog állhatott ennek a hátterében. A Kádár kormányát ugye magyar forradalmi munkásparaszt kormánynak nevezte ugyan, de mégis a munkás az egész Kádár rendszerben tulajdonképpen mindig nagyobb hangsúly volt. És ez a munkásőrség elnevezés talán ezt jobban kifejezte. Én úgy gondolom, hogy ezért módosították munkásőrségre az elnevezést. Az 1957. decemberi két tervezetben népőrség szerepel, illetve hát, amint az előbb említettem, amikor január 29-én bekerül az MSZNP ideiglenes intézőbizottság elé ez a tervezet, abban is népőrség van, és az akkori vitán döntöttek tulajdonképpen arról, hogy legyen munkásőrség a neve. Mennyire vett részt a munkásőrség a megtorló intézkedésekben? Hát az 1957. március 15-e előtti időszakban, amikor nagyon gyorsan igyekeznek pár egységet felfegyverezni, körülbelül 5000 főt fegyvereznek fel ekkor március 15-e előtt, ezek az emberek a karhatalmistákkal együtt részt vesznek a különböző razziákban, próbálnak begyűjteni fegyvereket, rengeteg fegyvert egyébként össze is szednek a ünnep előtt, ugye tartanak ettől a márciusban újra kezdjük mozgalomtól, a MUK-tól, és történnek úgynevezett preventív őrizetbevételek is, ahogy nevezik a korszakban, tehát azokat a személyeket igyekeznek begyűjteni akkor, akiktől tartanak, hogy esetleg valamilyen megmozdulást szervezhet. Itt most megint más kérdés az, hogy ekkor 57 márciusában bármilyen megmozdulásnak is milyen lehetősége lett volna. De visszatérve ugye a kérdésre, tehát ilyen intézkedésben akkor részt vesznek tulajdonképpen a munkásőrök. Ezzel kapcsolatban több forrás is van. Sőt, tehát ugye még 1957. október 23-át követően is gyűjtenek be olyan embereket, akik mondjuk Kossuth címerrel sétálnak, vagy fekete nyakkendőt vesznek fel a forradalom egyéves évfordulója alkalmából. Ezzel kapcsolatban is vannak tulajdonképpen források. Na most ugye kezdetben az egy lényeges dolog, ezt még nem említettem meg, hogy a munkásőrök a kezdeti időszakban 1963-ig a munkásőröknek a közül majdnem mindenki gyakorlatilag MSZNP pártag is volt egyben. Na most ugye ebben a korszakban, aki korábban ugye MDP vagy MSZNP pártag volt, hogyha valami olyat hallott, ami érdekes lehetett a rendszer számára, ez köteles volt pártakként jelenteni. Most az más kérdés, hogy ennek ki mennyire tett adott esetben eleget, de volt egyfajta ilyen kötelezettségük elméletben. Ugye a Kádár vezetés úgy látta, hogy 56-ban minden szétesett. A honvédség, a rendőrség, az AVH nem működött. És azt gondolták, hogyha van egy munkásőrség, egy párthadsereg, akkor erre bármikor, bármilyen szituációban számítani lehet? Ezért állították fel a munkásőrséget? Igen, ezt egy ilyen utolsó adunak gondolták. Különösen a kezdeti időszakban, de egyébként végig azért olyan szempontból számítottak rájuk, hogy a rendszer védelmében. Mondok egy példát, 1957. március 15-e vegyes rendőri, karhatalmi, honvédségi, munkásőri objektumőrzés működik, vagy járőrözés működik, pont azért, hogy munkásőrök odafigyeljenek az akkor még sok szempontból nem megbízhatónak tartott rendőrökre, vagy magyar néphadsereg katonáira. Tehát, hogy valóban ez végig benne volt a rendszerben, hogy legyen egy ilyen utolsó adó, amire adott esetben számíthatnak, amikor minden kötél szakad. Nagyon lényeges az, hogy a Kádár rendszernek végig a rendszerváltásig volt egyfajta ilyen 56 fóbiája. Tehát tartottak attól, hogy adott esetben, hogy ha úgy alakulnak a dolgok, akkor hasonló események történhetnek, mint amelyek 56-ban történtek. Ezt onnan tudjuk, amit az előbb mondtam, hogy vagy ezt azért merem állítani, mert egész egyszerűen megvannak a háborús tervek. A háborús tervekben arra az esetre, hogyha ugye a háború robbant volna ki a két szövetségi rendszer, a NATO, illetve a Varsói szerződés között, arra az esetre rengeteg, vagy elég nagy számú alakulatot, és itt különösen munkásőri, illetve belügyi karhatalmi alakulatot tartalékoltak volna arra, hogy a belső rendet fenntartsák. Tehát tartottak attól, hogy egy esetleges háború esetén belső zavargások törhetnek ki. Az, hogy ez a félelmük mennyire volt indokolt, vagy nem, az egy más kérdés, de végig benne volt a rendszerben, hogy ettől tartottak. Fiókba durva gazdkőcserén, a tankájuk szűrű,
hallhattuk, a munkásőrség viszonya a többi fegyveres testülettel, különösen a rendőrséggel, korántsem volt problémamentes. Ezt jól illusztrálja egy 1957 áprilisában íródott jelentés. Feltétlenül beszélni kell a munkásőrség és a rendőrség viszonyáról. Ha ezt a kérdést vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a viszony a vezetők között jó. Viszont a rendőrség egyes beosztott tagjai itt Budapesten és vidéken is többször a munkásőrökkel szemben visszaéltek a funkciójukkal. Egyes rendőrtisztek és beosztott rendőrök nem akarják tudomásul venni a munkásőrség létezését, és a munkásőr igazolványt vörös posztónak nézik. Itt kihangsúlyozom, hogy a rendőrök politikailag képzetlen, öntudatlan beosztottjairól van szó. A viszony rendezése céljából mi szükségesnek tartanánk, hogy a budapesti rendőrkapitány szerezzen érvényt annak a parancsának, amelyben megparancsolja, hogy a munkásőr ügyét az országos, illetve a budapesti parancsnoksággal közösen vizsgálják ki. És ne engedje meg azt, hogy a munkásőrt, pártfunkcionáriust ok nélkül egyes rendőrök üssenek, verjenek, vagy úgy kezeljék, mintha ellenforradalmárok lennének. Összefoglalóan mit lehet elmondani? Beigazolódott az a remény, amiért felállították a munkásőrséget? Tehát egy párthű hadsereg alakult, amire minden időben, mindenkor számíthatott a pártvezetés? Én úgy gondolom, hogy Kádárék elégedettek voltak a munkásőrséggel. Ugye ennek a létszáma 57-ben 30 ezer főt eléri nyára, aztán a 60-as évekig több ütemben 60 ezer fősre fejlesztik a testületet. 70-es években, sőt, tehát a 80-as években is az akkori korszerűnek mondott fegyverzettel látják el őket, tömegosztatásra, akik képzik őket, illetve fontos az, hogy bővítik is feladataikat, hiszen a határőrséggel, a polgári védelemmel együtt kell működniük. Több esetben segítenek egyébként az árvíz védelem során is. Na most úgy látszik, a rendszer elégedett tulajdonképpen ezzel az általa létrehozott testülettel mindvégig. Az, hogy adott esetben mondjuk, ha egy valamilyen belső forradalom tör ki Magyarországon adott esetben, vagy tört volna ki, mennyire számíthattak volna rájuk, ez egy más kérdés. Itt az 1968-as eseményeket hoznám például, hogy 1968-at követően a Csehszlovákiában, amikor már elfolytják ugye a prágai tavaszt, neki történik egy visszarendeződés, a visszarendeződés követően a csehszlovák lidová milíciát teljes mértékben újjá kell szervezniük. Tehát ez mindig nagy kérdés, hogy egy fegyveres testülettel kapcsolatban, vagy egyébként is, amikor a saját szomszéd, vagy saját nép ellen kell úgymond bevetni, ki mennyire alkalmazható. Amennyire ugye itt a testület adataiból, statisztikákból kiderül, azért különösen 63 után azért egy vegyes összetételű a testület, tehát valóban maradnak közöttük olyanok, aki nyilvánvalóan egyfajta ilyen fanatikus, de olyan is van, aki mondjuk azért lép be, mert mondjuk neki ez tetszik, hogy tetszik ez a szolgálat. Mert aztán vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy a karrierjüket valamilyen módon ez segítheti. Az, hogy kit mennyire segített karrier szempontjából, ez mondjuk további kutatásokat igényelne, mert ugye itt már nem a munkásőrség iratai között kell ezt kutatni, hanem más szempontból. De azt viszont tudjuk, hogy sokan számítottak arra, hogy a karrierjüket segítheti. Ezt onnan tudjuk, hogy konkrétan ezt az iratok megnevezik, hogy tehát 63 után elindul egy ilyen rotáció, és több esetben megemlítik azt, hogy sok olyan ember van, aki az akkor célként kitűzött 5 éves szolgálati időt nem tölti ki, hanem mondjuk szolgál 1 vagy 2 évet, vagy 3-at, és ezt követően le akar szerelni. Tehát van egy ilyen része is a testületnek. Tehát oda akarok kiukadni, hogy 63 után azért változik a rendszer, és változik ezen belül a munkásőrség is. A Téridő mai adásában Kiss Dávid történésszel a munkásőrség létrehozásáról beszélgettünk. Mostani adásunkat 23 óra 36 perctől a Kossuth Adón ismét meghallgathatják. Köszönöm a figyelmüket, Hatos Gyulát hallották.